a múlt pénteken a kórház vérszállító gépkocsi a balesetet szenvedett Nyírád és Zalaharád környékén. Ez a baleset, ez a gépjármű vezetőn kívül a orvosunk és a 4 szakdolgozó sérülését okozta. Az autó ugyanis fejre állt, hozzá kell tennem, önhibáján kívül. A szakdolgozók állapota könnyű és középsúlyos állapot volt. A sofőrnek a lábát meg kellett operálni, az illető doktor, az ügyeletes orvos pedig kisebb karcolásokkal megúszta ezt az igen súlyos balesetet. A vérellátásban emiatt a baleset miatt zavar nem keletkezett, hisz megfelelő mennyiségű vérkészlettel rendelkezünk. A vérvételeknek a megszervezését pedig a Veszprém megyei központba irányító helyeztük át. Emiatt a vérellátás és a vérvételnek a megszervezése zavartalan a megyében. Örömteli az a dolog, hogy többen megkerestek és segítségüket ajánlották fel. Ezeket a segítségeket mi nagyon szívesen elfogadjuk. A helyzet az, hogy az egészséget sajnos nem lehet se pénzzel, sem tárgyi eszközökkel pótolni. Nagyon sajnáljuk, és innen szeretném kifejezni kollégáim felé azt az együttérzést, amit a kórház vezetése és a kórház dolgozói tanúsítanak irántuk. Ami pedig a későbbieket illeti, a kollégák gyógyulása után a működés zavartalanná válik, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a korábban elkezdett munka folytatódjon. Nagyon sajnálom, ami történt. Az önkormányzat tájékozódik, és minden lehetőséggel segíteni fogjuk a helyzet megoldását. Fölmerült, hogy az önkormányzat milyen segítséget nyújthat a kórháznak emiatt a baleset miatt. Hát természetesen a gépkocsink totál káros lett, nagyon szívesen vennénk az önkormányzat részéről, ha a gépkocsi beszerzésében támogatást nyújtana. Ezt a város lakossága, a város véradói és azok a szolgálatok is nagyon szívesen vennék és megköszönnék, hogyha ez az új gépkocsihoz hozzájutnánk. Itt szeretnék először is nagyon sok köszönetet mondani a helyszínre érkező civileknek, illetve zalahalápi és tapolcai önkéntes és hivatásos tűzoltóknak és az Országos Mentőszolgálat minden dolgozójának, aki a mentésben segítséget nyújtott, illetve részt vett. És szeretnék a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezetének összes dolgozója nevében jobbulást és mielőbbi felépülést kívánni az ajkai transzfúziológiai osztály megsérült dolgozóinak. Jelenlegi információim szerint az Országos Vérellátó Szolgálat megyei szervezetével, illetve megyei központjával egyeztetések folynak arra vonatkozóan, hogy a vérellátás zavartalan legyen a továbbiakban is, nem maradjanak el véradások. Erről biztosítottak, hogy ez valószínűleg így lesz. A humán erőforrás csökkenése miatt, amit a baleset okozott, és nyilván kollégák sérültek meg a Magyar Imre Kórházba, átszervezésekre van szükség. Ezt az OVS, az Országos Vérellátó Szolgálat megyei dolgozói, illetve a pápai transzfúziológiai osztály segítségével meg fogjuk tudni oldani a véradásokat. Hatalmas jó indulat, illetve öröm számomra, hogy ekkora támogatást kaptunk az önkormányzat részéről, illetve a véradók részéről is. Rengeteg telefon érkezett a kollégák sérüléseivel kapcsolatban, illetve mindenki jobbulást kíván nekik, és érdeklődtek azt felől is, hogy hogyan lehet a véradásokat megoldani. Mindenkit megnyugtatunk, hogy a véradások rendben lesznek. Ami információm van, hogy az ajkai intézeti véradások úgy tűnik, hogy egyelőre, hogy nem lesznek megtartva, ezért szeretném megkérni a város lakosságát, hogy legyenek kedvesek a médiákat figyelni, meghirdetünk minden olyan külső helyszínt, ahova el lehet menni vért adni, jövő héten Kislödön lesz véradás, illetve a következő hetekben pedig Ajkán, nem az intézetben, hanem egy külső helyszínen. Kérünk minden véradót, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel vegyen részt a véradásainkon. Állásan köszönjük! Önkormányzati képviselőként és a Kristályfürdő Kft. Cégvezetőjéként szeretném felajánlani azt a lehetőséget, hogy hallottuk, hogy pénteken nagyon nagy baleset történt az Ajkai Kórház vérellátó dolgozóival,
és ezért mi hajlandóak lennénk megszervezni egy véradást az Ajkai úszoda területén, tudunk helyet biztosítani, minden szervezésben segítünk, és aki részt venne ebben a véradásban, annak természetesen azon a napon, vagy a következő napon ingyen biztosítanánk az úszoda látogatását. Én bízom benne, hogy megmozdul erre a város lakossága, az odajáró vendégek, hiszen nagyon fontos, mert bajban kerülhet ilyen szempontból a betegeknek az ellátása. Egész Ajka nagyon aggódott magukért, amikor olvasták, hogy mi történt. Hogy érzi magát? Hát köszönöm szépen a körülményekhez képest jól.